ne verd magad a rosságba. Az utóbbi 10 évben ezt a három dolgot tanultam meg a pénzről. Az első az, hogy ne verd magad adósságba. Te neked kötelezettségeid vannak havi szinten, adósságba mered magadat, felveszel olyan hitelt, ide tartoznak akár az autóhitelek is, hogy leasingelsz valamit, az is egy hitel. Az is egy hitel, hogyha van hitelkártyád akár, hogyha azt rosszul használod. Például neked van olyan hiteled, amit felvette egy ház vagy lakásvásárlások, akár egy simán egy olyan személyi kölcsön, amit felvette és nem tudom, bármire költöttél, vagy vettél belőle egy autó, teljesen mindegy. Ezek a kölcsönök, ezek legrosszabbak, mert minden egyes hónapban kell őket fizetned, azt a cash flow-rat lecsökkentik. A másik, hogy nem költök fölösleges dolgokra, hogy nem adok ki különböző olyan dolgokra pénzt, amit teljesen másképp meg lehet volna oldani. Mindig azon gondolkozok, hogy olyan dolgok pénzt megtakarítani. Ilyen lehet az is, hogy például nem falaszkozott vizet iszok, hanem a csapra szereltem egy vízszűrőt, rengeteg pénzt takarítok meg az által, nem falaszkozott vizet veszek. De mindig az a lényeg, hogy mennyi pénzt tudsz megtartani. És a harmadik dolog, hogy hosszú távra mindig befektetem a pénzt. Folyamatosan olyan eszközöket vásárolok, amik folyamatosan nekem, vagy megtartják az infláció ellen a pénzemet, ilyen lehet a fizikai, fontos fizikai arany ezüst vásárlása, illetve az osztalék fizető részvényeknek a vásárlása, ami folyamatosan minden egyes három hónapban nekem fizeti az osztalékot. Ezáltal dolgozhatom a pénzemet, mert a pénznek az a pénz, az akkor tud működni valójában a pénz, hogyha körforgás van, hogy te mindig az a dolgot, hogy te megszerezed azt a pénzt, akkor mindig azon gondolkozol, hogy hogyan tudsz még többet megszerezni, azon megtakarítani, és azt hogyan tudod munkára bérni. Hogyan tudod azt megcsinálni, hogy azt a pénzt azt dolgoztass, hogy egyre több és többet termeljen neked. Fontos úgy gondolom mindegyes forintodra, vagy mindegyes euródra, mint egy kis katonára, aki azért dolgozik neked, hogy egyre több és több pénzt termeljen. Ha te ezt fasságokra elköltöd a pénzedet, te totál olyan dolgokra, amire nincs szüksége. Bármi lehet ez. Vagy egy drágább autó, tök mindegy. Régen én is vettem 17 ezer euróért autót, a legbutább döntés volt, amit életemben egyik legbutább pénzügyi döntés, amit hoztam. Most vettem 500 euróért egy autót, egy Peugeot 206-os, amit imádok, sokkal jobb vezetni, mint például, ami volt a Jaguarom. És nem csak az, hogy jobb vezetni, hanem egyszerűen, ha egész motorot kell benne cserélem, az nem kerül 500 euró, érted? És nem megy el ilyen felesleges dolgokra a pénzem, és sokkal több pénz marad meg. És ez egy kulcsfontosságú dolog, hogy hogyan tudod azt a pénzt megtartani, aztán munkáról bírni folyamatosan.